Hitvalló Edward 1066-os halála után többen is pályáztak az angol szász trónra. Az utóda, akit megkoronáztak, második Harald, kénytelen volt szembenézni egy norman és egy norvég trónkövetelővel, egy viking trónkövetelővel. Második Harald úgy gondolta, hogy a norman veszély az a sokkal nagyobb veszély, és ő ellenük készült. A normandiai hercege Fattyú Vilmos bejelentette egyszerűen az igényét az angol trónra. Viszont ez a Vilmos már akkor is az időjárás befolyásolta a történelmet, Vilmos nem tudott áthajózni a csatornán, nagyon viharos volt az időjárás. Eközben azonban Harald Hardrada király viszont partra szállt Észak-Kelet-Angliában, és az ott gyülekező kis angol sereget legyőzte. Úgyhogy második Harald nem tudott más csinálni, az egész hadseregével egy elképesztően gyors meneteléssel északra vonultak, és 1066. szeptember 24-én a Stamford Bridge-i csatában szétverték a vikingek, norvég vikingeket. Tehát északról megszűnt a fenyegetés. Azonban az idő kitisztult délen, és Vilmos herceg, a normandiai herceg a seregével át tudott kelni a csatornán. Úgyhogy második Harald immár győztes hadseregére egy újabb óriási menetelés Észak-Angliából le Dél-Angliába, a csatorna partjára, hogy megállítsák a hódító normannokat. Mindkét fél döntő összecsapásra készült, végül is a Hastingsben került sor a csatára. Azonban erről a csatáról igazából nem sok forrás maradt fönt. Nagyon érdekes, hogy az egyik legjelentősebb forrás magáról a csatáról a bajói fali kárpit, ami egy több méter hosszú szőtt kárpit, és itt az átkelésről, illetve magáról a csatáról képeket, képi információt kapunk. Az angol szászok, Harald, egy dombon foglaltak állást, és két oldalról a seregének a szárnyát egy erdő fedezte tulajdonképpen, úgyhogy nem volt egy rossz állás. Ráadásul egy domb tetején álltak. Úgy nézett ki, hogy a lehető legmegfelelőbb állást foglalták el. Abban a korban ez volt az angol szászoknál is, meg a vikingeknél is ez volt a szokás, hogy úgynevezett pajzsfal rend szerint állt föl a hadsereg, tehát pajzsok összeértek és így készültek, így várták a normannok támadását. Azonban meg kell mondanunk, hogy az angol szász sereg az elsősorban gyalogosokból állt, kézi fegyverekkel, felszerelt gyalogságból, illetve egy kevés íjászból. Míg a hódító norman lovagok, az egy lovagi, korai lovagi sereg volt, ott az egész sereg, tulajdonképpen az egész sereg lovasokból, lovagokból állt, illetve hát néhány gyalogos íjásszal kiegészítve. Annak ellenére, hogy a norman lovagoknak fölfelé kellett csatázniuk a domb tetején álló angol szászok ellen, annak ellenére győztek ebben a csatában. Bár igaz, hogy ehhez a győzelemhez nagyban hozzájárult az, hogy második Harald kapott egy nyilvesszőt a szemébe, az egyik szemébe, és ez eldöntötte a csatát. Az angol szászok megfutottak. Ez egy viszonylag hosszú csata volt a leírások szerint, és az éjszakába nyúlt a menekülőknek az üldözése. De a lényeg, normandiai Vilmos, akit korábban Fattyú Vilmosnak hívtak, ebben a csatában legyőzte az ellenfelét, aki konkurenciája lehetett az angol trónra, és 1066 karácsonyán meg is karanázzák angol királya, és onnantól kezdve már nem Fattyú Vilmosnak hívták, hanem Hódító Vilmosnak. Majdnem 80 évvel Szent István királyunk halála után, 1118-ban hunyt el Angliában skóciai Matild. Ő angol királyné volt, első Henrik királynak a felesége. Ez mondjuk nem lenne olyan érdekes, de a mi számunkra azért érdekes, mert ennek a Matildnak az édesanyja, skóciai Szent Margit, meg az ő testvéröccse, Dávid, ők mindketten árpádházi származású szentek voltak, szenté avatták őket. Matild anyai nagyanyja Ágota hercegnő volt, aki pedig Szent István királyunknak a lánya volt. Az ő férje, Edward herceg, az egyik angol szász királynak, vasbordájú Edmundnak volt a fia. Mondjuk ő nem lett uralkodó, de trónörökös herceg volt. Matild 1100-ban
ment feleségül Hódító Vilmos egyik fiához, Első Henrikhez, és 4 gyermeket szült Henriknek. 4-ből 2 megérte a felnőtt kort, egy Vilmos nevű, illetve az anyja után egy lánygyermek, akit szintén Matildnak hívtak. Ez a Vilmos, ez egy ilyen tengeri viharban beleveszett a tengerbe, tehát ő nem hosszú életű volt, viszont Matildot, az apja mindenképpen az angol trónra szerette volna ráültetni. Angliában máshogy működött ez a dolog, mint Magyarországon. Magyarországon ugye elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő üljön a trónon, az angoloknál ez lehetséges volt. Egy rövid ideig sikerült is elérnie Henriknek, hogy a lánya üljön a trónon, de utána egy óriási zűrzavar, egy évtizedes zűrzavar kezdődött Angliában, az anarchia időszakának hívják ezt. Az anarchia kora után a ifjabbik Matildnak a fia, második Henrik lett az angol király, és azt mondhatjuk, hogy az utána következő összes angol király az ő leszármazottja. Oroszlán szívű Richárdtól egészen harmadik Károlyig, a mostani uralkodóig. Ezután Angliában 8 uralkodó dinasztia váltotta egymást. Ezek ugye, soroljuk föl, ezek a Norman uralkodóház, az Anjou Plantagenet család, utána a Lancaster és vagy Leicester és York család, ugye ez már a rózsák háborúja ideje, majd a Tudor ház, aztán a Stuartok következnek, vagy a skótosan Stuartok, Hannover ház, majd a Coburg-Gotha ház, és végül a Windsor ház. Tehát 1066-tól a Norman uralkodóház irányította Angliát. Ez nagyon érdekes időszaka volt Angliának, mert képzeljük el, hogy a királyi udvar, illetve az előkelők, azok a maguk Norman nyelvén, ami egyébként francia, egy dialektusa volt, ezen a norman-francia nyelven beszéltek, míg a pórnép, a köznép, az pedig az angol szász nyelvet használta. És ez még nem elég, mert a hivatalos nyelv, illetve az egyháznak a nyelve, az meg a latin volt. Az Anjou Plantagenet királyok uralma alatt Anglia részt vett a keresztes hadjáratokban, Oroszlán szívű Richárd, illetve belebonyolódtak a 100 éves háborúba a franciákkal, ami igazából 116 évig tartott, 1337-től 1456-ig. Ez a 100 éves háború lesz a vége felé, már ugye meggyengül egy kicsit ennek a francia nyelvű uralkodó rétegnek a nagy hatalma, és elkezdődik egyfajta összeolvadás, és elkezdenek egy közös nyelvet, a mai angol elődjét kezdik el beszélni. Az első angol király, aki már a koronázási esküjét is ezen az új régi angol nyelven mondta el, ez IV. Henrik király volt. Sokan egyébként őt tartják az első igazi angol királynak. És vele, illetve az utódaival kezdődik el az a több évtizedes véres küzdelem, amit a rózsák háborújának hívunk. A királyi családnak a két ága egyszer nem tudta eldönteni, hogy ki legyen az uralkodó. Hát ebből a dologból természetesen a nevető harmadik ág került ki győztesen, ugye a Tudorok. 1485-ben a Boszforszi csatát megnyerő 7. Henrik király lett az első Tudor uralkodó. A Tudor ház is egy fontos háza volt az angol királyoknak, királyok sorának. 7. Henrik, 8. Henrik, 6. Edward, Mária, akit ugye Véres Máriának hívnak, mert hogy a katolicizmust vissza akarta állítani, és elég sok prédikátort kivégzett, és a nevét még egy ital is őrzi, ugye a Vladiméri, és hát Erzsébet, első Erzsébet királynő, akinek az ideje időszaka alatt egy rendkívül erős pesgés indult meg, gyarmatokat szereztek, a spanyolokkal harcoltak, a nagy armada legyőzésének az időszaka ez. Erzsébet ugye gyermektelenül halt meg, ugye a Tudorokat a skót Stuart ház követte a trónon, első Jakab, aki Skóciában egyébként 6. Jakab néven uralkodott, és az ő fia, első Károly, de hát pont szegények abban az időszakban próbáltak uralkodni, amikor az Angliának a legnagyobb ilyen belső válság zajlott, ugye, amit úgy hívunk, hogy az angol polgári forradalom, polgárháború, diktatúra, tényleg forradalom, mindent
mindenből részesültek az angolok, és körülbelül 4 évtizedig eltartott, majdnem 5 évtizedig eltartott ez a kavargó, érdekes állapot az Angliának, ami egyébként érdekes módon közben azért gazdaságilag elég jól fejlődött. Első Jakab lánya, Stuart Erzsébet egy német fejedelemhez, 5. Wittelsbach Frigyes falci fejedelemhez ment feleségül. És az ő gyermekük volt Falci Zsófia, aki 1658-ban Ernő Ágost hannoveri választófejedelemnek lett a felesége. Az ő közös leszármazottaik a Hannover ház. Ez a Hannover ház, ez 6 uralkodót jelent, ugye a Györgyök, 1., 2., 3. és 4. György, 4. Vilmos, illetve maga a híres Viktória királynő. Az őt korszakát tekintjük ugye a brit fejlődés, vagy a brit világbirodalom kialakulásának az idejének, de hát az elődök sem alatt is történtek fontos dolgok, például II. György alatt az amerikai függetlenségi háború, az ő uralkodásuk alatt épül ki a 19. század elején a brit világbirodalom, az a birodalom, ami ugye a legnagyobb területű birodalom az emberiség történetében. Aztán 1837-ben egy fiatal lányka, Victoria lesz a birodalom uralkodónője, és ő 64 éven keresztül uralkodott Angliában, egyfajta ilyen stabilitást jelentett az ország számára. Még India császárnője is lett, tehát az angol királynői rangon kívül. A 7. Edward a következő király, akiről beszélnünk kell, ő 1910. május 7-én halt meg, Victoria gyermeke meghalt, és az ő fia György, Walesi herceg lett a következő uralkodó, ugye 5. György néven. György király felesége egy Teck hercegnő volt, Teck Victoria Mary néven, és ő Teck Ferenc hercegnek és Mária Antónia angol hercegnőnek a házasságából származott. De a királyné apja, az Teck Ferenc, ugye, ő egy a Sándor württembergi hercegnek, illetve Gróf Rédei Klaudiának a fia volt. Tehát az angol királynénak magyar felmenői voltak. Beszéljünk egy kicsit a jelenleg uralkodó Windsor házról. Nagyon érdekes, hogy ennek a Hannover háznak a státusza megváltozott az első világháború alatt. Megváltoztatták a nevét tulajdonképpen. De még előtte 1840-ben is változás következett be, hiszen Victoria maga Hannover házi uralkodó volt, viszont a férje, Albert herceg, ő Szász Coburg-Gotha hercegségnek volt a tagja. Tehát innentől kezdve Hannover Szász Coburg-Gotha családnak ez a hivatalos neve az angol családnak. Az első világháborúban következett be az az esemény, hogy úgy lett új uralkodóháza Angliának, hogy közben tulajdonképpen semmi más nem változott, csak a neve az uralkodóháznak. Tehát ez a Hannover Coburg-Gotha, ezt egy angolosabb, ugye túl németes volt az első világháború német ellenességében, és ezért egy angolosabb változatra cserélték le, és úgy döntöttek, hogy a London közelében lévő kisváros, a Windsor nevű kisváros mellett áll egy mai napig Anglia legrégibb, legöregebb várkastélya. Ezt még első Vilmos, tehát hódító Vilmos építette. Itt írták alá egyébként a Magna Carta Libertatumot 1215-ben. Itt alapították meg a tércalagrendet, tehát egy eléggé híres város Angliának. És úgy döntött a királyi család, hogy erről a városról veszik a nevüket. Tehát 1917-től Windsor családról beszélünk. A Windsor családnak 6 tagja volt, van. 5. György, 8. Edward, 6. György, 2. Erzsébet, és a jelenleg uralkodó, jelenleg regnáló 3. Károly. A
legnevezetesebb uralkodó ebben a familiában, ebben a családban, 8. Edward volt. Ugye ő egy érdekes személyiség volt, 1936-ban került a trónra, de egy elvált amerikai nővel tartott fent kapcsolatot, és ezt nem nézte jó szemmel a parlament, illetve a családi tanács, és 1938-ban úgy döntött, hogy nem a királyságot választja, hanem a szerelem a fontosabb, és lemondott a trónról, és az utódja az öccse lett, az Albert nevű öccse, akiről egy kiváló filmet lehetett látni, mert ugye beszédhibás volt ez az Albert, dadogós volt, és ő 6. György néven lesz angol király. Edward pedig, aki egyébként nyíltan szimpatizált a Németországgal, még a II. Világháború alatt is, száműzetésbe kényszerült, hát mondjuk egy kellemes száműzetésben, mert Franciaországban Rivierára költözött, és 1972-ben halt meg, addig nem térhetett haza Angliába, viszont az ellátásáról az angol állam gondoskodott. Erzsébet királynő 1952-ben koronázták meg, megint egy érdekes változás következett be, hiszen ő Windsor-házi uralkodónő volt, a férje, a Fülöp herceg azonban egy Mountbatten, egy másik előkelő család. Egyébként ez a Mountbatten család is eredetileg egy német eredetű család, akkor még mikor németek voltak, akkor úgy hívták őket, hogy Battenberg, csak ezt a Battenberget ezt ugye lefordították angolra, és 5. György király öccse volt az első, aki ezt a Battenberg nevet megváltoztatta, és Mountbattenre. Egyébként az egyik Mountbatten herceg volt az, aki levezényelte India függetlenné válását 1947-ben. Ő volt az, aki azt javasolta az indiai vezetőknek, hogy egyszerűen osszák meg a hatalmat, hogy a muzulmánok és a hinduk nem nagyon tudtak még kezdetben megegyezni, és ezután, az javaslat után pedig két külön országot hoztak létre, egy Pakisztán nevű országot és magát Indiát. Erzsébet királynő házasságot kötött tehát ezzel a Mountbatten Fülöppel, akkor onnantól kezdve ugye elvileg szabályozni kellett a dinasztia nevét, mert hogy azt viszont nem akarta sem a parlament, sem a királynő, hogy Mountbatten legyen az új uralkodó família neve. Ezért a közvetlen leszármazottai, tehát a most uralkodó harmadik Károly is, ők Windsor néven vannak anyakönyvesztetve, és a nem közvetlen leszármazottak, tehát az unokatestvérek, ők pedig Windsor Mountbatten néven. Jó, és ez így is, úgy néz ki, hogy így is marad. A mi Árpád fejedelmünk és a most uralkodó harmadik Károly között 40 nemzedék távolság van. Mégis az Árpádok vére a mai angol uralkodó házban is megtalálható. Szépen tisztán le lehet vezetni, hogy Árpádon, első Andráson, harmadik Bélán, illetve második Andráson keresztül hogyan kapcsolódott az Árpádház az európai uralkodó családokhoz, spanyol, pontosabban kasztíliai és aragóniai, francia, német ágakon keresztül. Amellett, hogy ahogy említettem, van egy közelebbi szál, a Rédei Klaudia grófnőn keresztül. Rédei Klaudia grófnőn keresztül megerősödött ez a magyar szál az angol királyi családban, és ezt a magyar rokonságot egyébként számon tartják. Mert harmadik Károly, még Károly herceg korában, 2010-ben, amikor Magyarországra látogatott, akkor kijelentette, hogy különleges kapcsolatot érez Magyarországgal, hiszen 1/32 részig ő is magyarnak tekinti magát, az ő ük-ük-ük nagymamája révén, a Rédei bárónő révén. Köszönöm a figyelmet!